Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait középen, itt felül és alul látjuk. Itt az érmék jelentik az ő anyagi helyzetét, vagy a munkahelyét, hiszen ez összefügg egymással. De itt ő figyelgeti a dolgokat, és vannak nála korlátozások. Itt az érmék megjelennek előtte, mint egy kerítés, ahol ő úgy érzi, úgy gondolja, hát eddig eljutottam, de nem megy tovább, valahogy megálltak az események. Ez kihat az anyagiakra, ez kihat a munkahelyére, vagy azt is jelentheti, hogy nem kapja meg az elismerést, és nem tudja, mit kellene még tennie, hogy mások észrevegyék őt. De lesz mozgás, előre mennek a dolgok, majd azért irányítja az eseményeket, de mindig úgy visszafele tekint a múltba, ami fékezni is tudja a dolgokat. Hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? A 10-es szám jelent ugyan egy új kezdetet, majd összeszedi magát, de kezdetben vannak még ilyen nehézségek, hiszen sok mindent kell cipelnie, valamit el kellene engedni. De lesz itt egy ajánlat, hiszen ez az érem jelenti azt, hogy lesz bevétel, vagy lesz egy munkahelyi ajánlat. Még nem megy előre, akkor is, ha itt tervezi, de azért még itt olvasgat, pihenget, figyelgeti az eseményeket. Ami titeket illet, itt megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Megjelenik, mint egy uralkodó, majd ő kimutatja azt, hogy minden rendben van, uralkodok a helyzet felett. Amit nem kedvel, ha itt a háttérben valaki megjelenik, mint egy bohóc, és figyelgeti őt. Azon kívül lesz nála egy döntés, hiszen itt látható, hogy kicsit még vacillál, tegyem vagy ne tegyem, de a két érem itt a kezében jelenthet két lehetőséget. Döntések előtt áll, de nem tudja, hogy melyik ajánlatot kellene elfogadnia. Ami az anyagi helyzetet illeti, itt kell az egyensúly, bevétel, kiadás. Egyensúlyba kell hozni. És itt megjelentek, mint egy szerelmes pár, akkor is, ha hátat fordít, de mégis megbízhatsz benne, hiszen ott van a közeledben. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt majd a kezébe veszi a kulcsot, kimutatja a magabiztonságát, lesz egy magabiztos fellépés. Ezzel a kulccsal lezár bizonyos dolgokat, például a korlátozásokat, és kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Itt megjelensz te is az ő gondolataiban, biztos lehetsz ebben, hiszen megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, sőt, itt látható, hogy ő nagyon szeret téged. Itt a könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbképzést, de jelentheti a zárkózottságát is, hogy még nem beszél nyíltan a terveiről. Itt megvannak ugyan a vágyak, meg az elképzelések, álmodik, meg álmodozik, de azért vannak itt még nehézségek, mert nem tudja, hogy lehetne az álmait megvalósítani, vagy nem tudja az, hogy viszonyulsz hozzá.
lesznek változások, a gólyák jelentik a változásokat, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, ez lehet, hogy megváltozik a helyzet körülöttetek, vagy megváltozik a hozzáállása, esetleg megváltozik a külseje. Itt azért lesz mozgás, útban van hozzád. Itt a torony jelenti még a korlátozásokat, az kihat az anyagi helyzetére vagy a munkájára, de a torony azt is jelentheti, hogy meg akar nagyobbítani valamit, vagy van egy ajánlat egy nagyobb cégtől, vagy ha anyagiakról van szó, akkor a torony lehet egy hivatalos dolog. Az ő jelenlegi helyzete, itt megjelennek az egerek, és ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, eltüntetnek valamit, vagy valakit. Lehet, hogy vannak nála félelmek, hogy elveszít téged, de az egerek tudnak segíteni, hiszen eltávolítják a korlátozásokat, a problémákat, a nehézségeket. És a te jelenlegi helyzeted, itt a csillagok szerencsét hoznak, jelenthet egy spirituális területet is, lehet, hogy ezen a téren szeretnél kibontakozni, vagy jelenthetik a csillagok a bizalmat, amikor érzed azt, tudod azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Most látom, hogy itt hiányzik még egy kártya. Megnézzük, hogy mi az üzenet. Itt a virágcsokor kihat a szerelemre, tehát ő szépnek tart téged, vagy lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás, egy ajándék, vagy egy jó hír. És ez volt az általános jóslás. Ez a jóslás természetesen megrendelhető, a díjam 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!